Hello, a mai videóban egy Acer Aspire V-Nitro típusú laptopot fogok megjavítani. De előbb nézzük, mit csinál, vagyis mit nem csinál. Teljesen süket, nem veszi a töltést. Mint látható, nincs maga 19 volt. Hát így persze, hogy nem kapcsol be. A gépnek a tulajdonosa azt mondta, hogy párnára rakva használta a gépet, és egy idő után valami kiéghetett benne. Ezelőtt járt egy szervízbe, ott azt mondták, hogy javíthatatlan, most ennek fogunk utána járni. De mivel a táp is elment melegebb éghajlatra, valószínűleg valami zárlatféle lehetett a gépbe. De mielőtt bármi mást rákötnék, szedjük szét és mérjük meg, hogy mi a helyzet. Megint drukkol. Hello. Először is itt a main powernél zárlatot kell nézni. Szerencsére nincs zárlat. Itt az akkumulátor csatlakozó. Sajnos az akkumulátor is tök üres. Szerencsére nem találtam zárlatot, úgyhogy is folytatom tovább a bontást. Ugye elsőre nem igazán látszik semmi az alaplapon, de megszagolva érezni, hogy valami bűzlik. Ott az égés nyom. Durva. Sajnálatos módon a előző mikroszkóp felvételeim elvesztek, úgyhogy már csak ennyi maradt meg a csiszolási eljárásból. De minden hiányzik egy komoly. Ez a rész, ez teljesen éppen maradt. Ott van a vezérlés. Ez meg valószínűleg a másik kapu. Gét.
előtt összedobálom. Kis kérdést megnézni. Az ellenállások kielégítőek. Zárlat. Ezt jónak minősítem. Kis takarítás lefér. Az első indítást. Első próbálkozásra nem indult a gép, szétszedtem újra, és megtaláltam a hibát. A szétrobbant MOSFET okozta a gondot, hanem annak a meghajtója is zárlatos volt, ezért szereztem egy donorlapot, és arról szedegettem le a dolgokat. Hát, mindegy, és próbáljuk ki. Füstöl. Ventilátor forog. Megőrülsz! Bebútolt! Ez az! Tök jó. Fú, de rohadt boldog vagyok. Na, akkor ideje összeszegelni a gépet.